Több mint 700 csapat gyúrt egyszerre szombat délelőtt a 23. Csabai Kolbász Fesztivál nemzetközi kolbászkészítő versenyén. A Csabai Kolbász receptje több mint 200 éves, és olyan utat járt be, hogy 2019-re elérte, hogy igazi ünnepé váljon az esemény. Már a szívünk, lelkünk benne van. Semmi különlegesség nincs benne, ősi csabai tót recept. A fesztiválra a több mint 100 000 ember egy tizede a világ távoli pontjáról érkezett Békés Csabára. Lengyel fehér kolbászt készítettünk. Az emberek, amikor meglátják a színét, akkor mind ugyanazt a kérdést teszik fel. Nincs benne paprika? A nemzetközi kolbászkészítő versenyre az Erdély keleti részén található Hargita megyéből is érkeztek gyúrók. A 24 fős csapat felcsíki kolbászt készített. A fűszeren kívül inkább a lélek, a hozzáállás és a jó hangulat, ami hozzá tudunk tenni, mert úgy gondolom, hogy ennyi 500-600 kolbász közül, tehát inkább a fűszeren kívül a lélek és maga hozzáállás a szükséges ahhoz, hogy itt nyerni lehessen. Az eseményre mindenki különféle technikával, valamint recepttel érkezett. Ez a harmadik alkalom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is megjelent a rendezvényen. Most már második alkalommal, hogy mint támogató is itt vagyunk, és nagyon örömmel veszünk részt a mai gyúróversenyen is. A recept, amit most készítünk, az aztán az általános csabai kolbász receptje, amit az itteni szervezőktől kaptuk, és ezt valósítjuk most meg, remélem, hogy sikerrel. A szombati nemzetközi kolbászkészítő versenyen rendszerint részt vesz a gyulai önkormányzat csapata. Idén egy sütnivaló gyulai házi kolbászt készítettek. Egy jó kis paprikás, enyém borsos, kömény, magos fokhagymás kis kolbászt készítünk. Jó lágyra, apróra daráltuk, hogy a gyerekek is szeressék. És egy igazi gyulait sikerült itt összehozzunk a gyulai csapatban. Az október 24-e és 27-e közötti rendezvény célja évről évre az, hogy népszerűsítse a megyeszékhely, valamint a környező települések nevezetességeit. Nekünk mindig az a tervünk, hogy maradjunk pont ugyanolyanok, mint amilyenek most vagyunk. Amikor kérdezik tőlem, hogy mi az újdonság, mi nem akarunk újdonságot. Egy picit szebbek, csinosabbak, kényelmesebbek, de mindig ugyanilyenek akarunk maradni. Mert ha körülnézünk, én úgy gondolom, hogy a hangulat az, mint magáért beszél. Az eseményre ellátogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, Magyarország a fesztiválok országa. A csabai kolbász hazánk egy olyan unikális, minőségi terméke, mely hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a világon a 12. legnagyobb kolbászexportot bonyolította le. Hozzátette, 18.900 tonnányi kolbászt exportálunk a világ 45 országába. A cél az, hogy a világ 10 legnagyobb kolbászexportáló országa közé kerüljünk. A magyar exporton belül az élelmiszeripari exportnak kiemelt jelentősége van, hiszen a magyar minőségi élelmiszeripari termékek és az egyedi élelmiszeripari termékek iránt világszerte nő a kereslet, és mi általában ott tudunk nagyon jó eredményeket elérni, ahol nem mennyiségi, hanem elsősorban minőségi verseny van. Ott tudunk jó eredményeket elérni, ahol unikális dolgokat tudunk kínálni, és magyar élelmiszeripari termékek közül több ilyen is van. A csabai kolbász az egyik ilyen. A kolbászgyúrás mellett a hazai könnyű zenei élet szereplői szórakoztatták a közönséget, úgy mint a Magna Cum Laude, a Follow the Flow, valamint a Kowalski meg a Vega.